Az előző idényben az utolsó meccsig volt esély arra, hogy a nyíregyházi együttes meghosszabbítja tagságát az NB1B zöld csoportjában. Végül búcsúzott a harmadosztálytól a Nyíregyházi fűbútor, de a visszalépések miatt lett volna lehetősége arra, hogy ősszel is az NB1B-ben induljon. Az egyesület vezetése azonban úgy döntött, hogy egy megfiatalított csapattal más irányba indulnak el. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy látszott, hogy ez egy nagyon kemény kihívás. A jelenlegi körülmények között ennek logisztikai, anyagi hátterét nagyon nehezen tudjuk biztosítani, és utánpótlás vonalunk pedig nagyon intenzíven és erősen fejlődött. Ennek köszönhetően inkább arra próbáljuk a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk az utánpótlást támogatni. A jelenlegi szereplése, hogy az NB2-ben indul majd a Nyíregyházi-Szegfűbútor, így azt várjuk, hogy az utánpótlás korú játékosaink, az U16-U18-as korú játékosok egy sokkal keményebb terhelés mellett intenzíven tudjanak majd fejlődni. A szakmai munkát továbbra is Szavics Bráne irányítja. Mint elmondta, a felnőtt csapat heti 3 edzéssel készül majd, mellette a fiatalok még 2-szer edzenek a korosztályos csapatban, így a meccsekkel együtt megkapják a fejlődéshez szükséges képzést és terhelést. Aki volt még a tavaly itt, rutinos játékos, mindenki más lesz a fiatalok, U20 vagy U18. Így csak az a cél, hogy ő fogtok kapni nagyon sok perc. Ez a legnehezebb és legnagyobb lépés, mikor utánpótlás sport kell utána belépni a felnőtt csapat sport. Szeretem, ez a NB2 pont elég jó bajnokság, hogy ez a fiatal játékos szépen tudtak kezdeni ismételni a felnőtt csapat, felnőtt sport. Mert ott van több kontakt, ritmus más, és köszönhetem, ez a tanuló év lesz nekik. Az NB2 keleti csoportjában 5 csapat szerepel. A bajnokság 2 oda-vissza körből áll, így 16 meccset játszanak az együttesek. A Nyíregyházi-Szegfűbútor október 6-án hazai pályán a Tiszakicske ellen kezdi a szezon. Ezen a hétvégén pedig egy U14-es felkészülési tornát rendez az egyesület. Ez a csapat tulajdonképpen egy évvel fiatalabb zömében a kulcsjátékosok, mint a korosztály, de minél előbb akarunk végezni, és már készülünk a következő évre, mert a gyermekcsapat, vagy a kenguru csapat viszont kimondta jó országos szinten is. Tehát egy idő után össze fog állni, és olyan csapatok fognak itt a Nyíregyházibe létrejönni, akik akár az országos döntőig is elmehetnek. A szombaton 9 órakor kezdődő tornán a hazaiakon kívül a MEAC, az Eger és a Nyíregyházi Sportcentrum csapata lép pályára a Bánki csarnokában.